Folytatódik a napi aktuális, az európai politikai közösség csúcs találkozót tartott Angliában, 44 országból érkeztek vezetők, akik Winston Churchill egykori lakóhelyén, a Blenheim palotában találkoztak. Kapcsolunk a Hír TV nagy-britanniai angliai tudósítójához, Hekenaszt Lászlóhoz. Szervusz! A sajtó sajtóhírek szerint itt a migrációról beszélgettek főleg, meg arról, hogy Anglia valahogy szeretne Hát hogy mondjam, vezető szerepet betölteni ebben a szövetségben. Hogy kell ezt érteni Laci? Úgy, hogy az Egyesült Királyság és Európa kapcsolatát az elmúlt nyolc évben gyakorlatilag a Brexit határozta meg, és ez egy bizonyos fokig el is szigetelte a Szigetországot a kontinenstől, nem csak a csatorna formájában, hanem politikailag is, és azzal, hogy most egy új kormányzat, ráadásul egy olyan kormánypár került hatalomra, amely annak idején alapvetően ellenezte a Brexitet, Sir Kier Starmer maga személyesen is, abban reménykednek, hogy egyfajta új alapokra helyezhető lesz az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatok. A Reset, az újraindítás volt a kulszó az Európai Uniós kapcsolatokkal is, és a migrációhoz való hozzáállással kapcsolatban is. A migráció kérdése egyébként az Egyesült Királyság és Sir Kier Starmer számára belpolitikai szempontból is nagyon fontos, hiszen a választási kampány során komoly vita alakult ki közte és a konzervatív párt vezetője is Sunak között, aki a Ruandába való kitoloncolással próbálta elrettenteni a kis hajókon érkező menekülteket, illegális menekülteket az Egyesült Királyságból, ami jelen pillanatban 14 ezeren érkeztek már eddig az év első hat hónapjában. Kieszár, mert egyelőre annyit nyilatkozott, hogy Megszünteti ezt az előkészületeket itt a ruandai kitoloncolásnak. De hogy pontosan mit fog tenni? Az még nem egészen világos, de valamit tennie kell, hiszen azt ígérte, hogy mindenként visszaszorítja ezt az illegális migrációt. Most úgy látszik, hogy nemzetközi kapcsolatokat és nemzetközi együttműködést keres ebben, és erre erről beszélt a beszédjében itt az európai politikai közösség csúcs találkozóján. Azt reméli, hogy valami fajta együttes erővel a nemzetközi illegális embercsempész hálózatok felszámolásával sikerül majd visszaszorítani az illegális migrációt is az Egyesült Királyság irányába. Azt viszont kijelentette, hogy nem kíván csatlakozni az Európai Unió kvóta rendszeréhez, hanem sokkal inkább Franciaországgal egy vissza a toloncolási egyezményt szeretne elérni. Eken azt, László, nagyon szépen köszönjük. De hát szó volt a háborúról is. Horváth József, az Alapjogokért Központ Biztonságpolitikai Tanácsadója, Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Azt mondta a brit miniszterelnök, hogy az Oroszország jelentette fenyeget, és egész Európára kiterjed. Például katonai repülőgépek hatonak be a légterünkbe, a hajók cirkálnak a partjaink mentén. Nem teljesen értem, hogy mire gondolt... De hát a béke még talán ennél fontosabb. Is. Igen, hát szerkesztő úr, azért ez nem újdonság, ezt nem teszi hozzá a brit miniszterelnök, hogy az Egyesült Királyság és Oroszország között azért az északi vizeken, a nemzetközi vizeken időről időre repülőgépek repülnek be, hajók találkoznak, mennek túl közel egymáshoz. Tehát ennek azt mondom, hogy több évre visszamenő hagyománya van a két ország között, hogy méregetik egymásnak a tűrőképességét, de szerencsére ennél még nem mentek tovább. Ön mit gondol a háború folytatása szempontjából? Ugye? Orbán Viktor arról beszélt, hogy Trump elnök eltökélt abban, hogy, hogy mondjam, kevesebb pénzt adjon a háborúra, és nagyobb részt hárítson az Európai Unióra. Ursula von der Leyen azt mondja, hogy ő eltökélt a háború folytatása mellett, pont aznap, amikor Németország bejelent, hogy ő viszont jövőre lefelezi a teljes támogatását. Elég nehéz kiigazodni, hogy hogy lesz ebből tank, meg lőszer, meg zsold. Nálunk az Alföldön azt mondják, hogy annyira szegények nem vagyunk, hogy ígérni ne tudjunk. Tehát most én azt látom, hogy egy ígéretverseny van, amivel egyrészt igyekeznek az ukrán vezetést megnyugtatni, másrészt az Európai Unió potenciáját, mint a béka a mesében, amikor felfújja magát, nagyobbnak mutatni, mint amikor a valójában. És az amerikai hozzáállásról pedig annyit, hogy a jelenlegi amerikai vezetés most azzal próbálkozik, hogy ugye úgymond a NATO-ra terheli át a feladat súlyát, anyagilag is, és katonailag is. Ezzel próbál. Meg úgy ellensúlyozni, hogyha esetleg Trump kerülne hatalomra, akkor látjuk azt, hogy ők teljesen másképp gondolkoznak erről a háborúról. De azért azt is érdemes megjegyezni, hogy a Republikánus Konvención Trump beszéd egyértelművé tette, hogy ha őt megválasztják november elején, akkor ő nem várja meg a beiktatását, hanem azt követően azonnal aktív lépéseket tesz a béke érdekében. Tehát akkor már Európának kellene fizetnie, amiben Németország már csak a felét fogja be, vagyis a többieknek kell. Így van, és tegyük rögtön hozzá, hogy az európai fegyvergyárak kapacitása, az európai hadseregek raktáraiban lévő tartalék mennyisége eleve kizárja azt, hogy az amerikaiak által eddig biztosított fegyverzetet legalább középtávon, tehát mondjuk 25 végéig biztosítani lehessen. Kérdés, hogyha, hogy fölpörög a hadipar, azt mennyire könnyű leállítani utána, mert ezért az olyan egyszerű, azt nem, igen, kell. igen, ebben önnek igaza van, de az európai hadipar nem tudott fölpörögni az elmúlt két év során. Sok ok miatt, de az egyik az az, hogy olyan magasak az energiárok az Európai Unióban, másrésztről pedig alapvető alapanyag hiány is van az Európai Unióban, mert mondjuk vasérc nélkül mondjuk harckocsit előállítani elég nyűgös dolog. Ugye a miniszterelnök tíz pontban foglalta össze a tapasztalatait és a javaslatait a béke missziója után, amelyik furcsa körülmények között kikerült a sajtóhoz, és egy magánlevéről van szó, de most a miniszterelnök nyilvánosságra hozta az egészet. A, rögtön azzal kezdi, hogy ő azt tapasztalta, hogy a felek eltökéltek abban, hogy ők most beleálltak ebbe a konfliktusba, és hogyha valaki külső fél nem fog beavatkozni, akkor benne is maradnak és harcolnak az utolsó töltényig. Kik lehetnek ezek a külső felek, akiknek, akikre hallgatnak? Én azt gondolom, hogy egyik oldalról az amerikai Egyesült Államok, másik oldalról pedig Kína. És a, talán harmadikként még a törököket lehet idehozni ebbe a képbe, hiszen... A török... Az Európai Uniót talán? Hát az Európai Uniót azt úgy mérsékelten tudnám elképzelni, éppen a mai megnyilvánulások alapján is. Másrésztről pedig azért is, mert az Európai Unió jelenlegi vezetése részéről... Az elmúlt két évben sok mindent láttunk, de a békére irányuló próbálkozásokat a legkevésbé sem. Kínával kapcsolatban kicsit később ebben a dokumentumban úgy fogalmaz a miniszterelnök, hogy Kína csak akkor fog belállni a tárgyalásokba, hogyha majdnem biztos a sikernek a, az esélye. Miért nem vállalnak konfrontációt, miért nem érdekük beleszállni? A kínai külpolitika az ilyen sikerorientált, és a kínai külpolitika, ha most megnézzük például az Afrika politikáját nem a konfliktusokat keresi, nem azt keresi, hogy adott országban ő hogy tud beavatkozni, ne agyisten Isten ideológiai exportot végrehajtani, hanem azt, hogy hogy tud üzletet kötni, hogy tud mondjuk hogy nyersanyagbázisokat fölvásárolni, hogy tudja ehhez kiépíteni az infrastruktúrát, tehát nem a konfliktusokat keresi a kínai külpolitika. Már erre talán az is egy jó példa volt, amikor Szaudarábiát arábiát és Iránt egyasztához tudta ülletni, és elérte azt, hogy a két addig szinte hatban fél aki vallási, ideológiai és gazdasági és történelmi alapokon szembenállt egymással, legalább újra felvegye a diplomáciai kapcsolatot. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban úgy fogalmazott Orbán Viktor, hogy az elnök választási kampány teljes egészében leköti ott mindenkinek minden energiáját, kapacitását, személyi és tárgyi feltételét. Ez vajon a béke irányába mutat-e? jó -e ez a béke folyamat szempontjából? Hát nyilvánvaló, hogy nem jó ez a béke folyamat szempontjából. Talán mikor ez a levél megszületett, ahhoz képest az elmúlt napok eseményei egy kicsit felülírták ezt, hiszen egyrésztről a Donald Trump elleni merénylet után úgy tűnik, hogy az amerikai polgárok egy jelentős része Donald Trump felé fordul, másrésztről pedig látjuk azt is, hogy a demokratákon belül egyre erősödik az a tábor, aki azt mondja, hogy Joe Biden-t le kellene cserélni. Most ugye már tudjuk, hogy sajnálatos módon COVID-ot elkapta, kérdés az az, hogy ez a betegség hány hónapig fog tartani. Ja, éppen aznap, amikor bejelentette, hogy ha egészségügyi problémái lennének, akkor ő visszajött. nem. Ezek a merű véletlenek. Uh, arról is beszél a miniszterelnök, hogy Európának nem volt szuverén és független stratégiája, béke stratégiára, hanem egész egyszerűen az amerikai demokratáknak a politikáját másolta. Ön kiben látja a lehetőségét annak, hogy megteremtsük ezt a stratégiát? Hát szerkesztő, azon túlmenél, hogy ez egy nagyon pontos meghatározás, egy nagyon szomorú látlelet is Európáról, hogy a meghatározó politikai erők Európában az elmúlt két és fél év során ebben a kérdésben beálltak és vazalusként viselkedtek, és nem önálló politikát vittek, nem európai érdekei tekintették elsőrendűnek. Ha most optimisták akarunk lenni, akkor azt kell mondanom, hogy ez a Patrióták Szövetsége, ez lehet egyfajta olyan kezdeményezés, amiből kisarjadhat még egy olyan történet is, aminek a végén Európa is felismeri azt, hogy valójában nekünk vannak saját érdekeink is. És miből sarjadhat ki az, hogy leültessék egy tárgyalóasztalhoz a nagyhatalmakat, Kínát, az Egyesült Államokat, Európai Uniót? És az, igen, az a fajta közös érdeknek a felismerése, ami nem túl bonyolult, hogy az ellenségem ellensége az a barátom. Tehát, hogyha most az Egyesült Államokban is egy Trump vezetés felismeri azt, hogy a legnagyobb kihívójával szemben, ha Kína, ha ő összetolja a jelenlegi amerikai politika már pedig Oroszországot Kínával, akkor az már egy olyan elegyet képez, ami az Egyesült Államok számára, még a szövetségeseivel együtt is egy majdnem azt mondom, hogy kezelhetetlen kihívást jelent. Hát ők nagy kérdés, hogy hajlandóak kell leülni Kínával például. Kínát meg egyszerűen nem lehet megkerülni. Azt tudomásul kell venni, hogy Kína a világpolitikában most már egy aktív befolyásoló tényező vált, úgy gazdaságilag, mint politikailag, és egyre inkább katonailag is. Horváth József, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én is.